Sziasztok! Köszöntök mindenkit egy újabb videóban. Ma egy monitor unboxing lesz. Nem más, mint egy BenQ XL2420T. Ez egy gaming monitor. LED-es, 3D-s, elméletileg HDMI-s DisplayPortos. Olyan nagyon így a dobozáról nincs mit mondani. A részleteket úgyis majd közbe fogom mondani. Szóval... lássuk, mi van a csomagolás alatt. Ez a monitor nem egy új monitor, ez egy használt monitor. Itt vannak a kábelek, DisplayPort, DisplayKábel, áramkábel. Itt van a kis egere, úgymond, mondjuk úgy, hogy egér. Itt lehet a profilokat beállítani, lehet váltogatni vele. Anita közben nevet, mert a tengeri malacok itten el vannak. Ők is ma jöttek, új friss ház lakók. Ez egy ilyen micro USB, mini USB-n van csatlakozva, ha fókuszálna jó is lenne. Mindig a nagy könyvet is láttátok most. Na, itt vannak a használati utasítás, könyv, telepítő CD, amit úgyse fogunk használni. Bár a profilok beállításához lehet, hogy nem fog rosszul jönni, de majd letöltjük internetről az újat. Itt van a lába. Pofás, jól néz ki. Kicsit sötét van a szobában, ezt nézzétek el. Itt van a... mármint az a talpa volt, ez pedig lesz a lába. Ez egy magasságban állítható. Kicsit leteszem a kamerát. Tehát ilyen a felfogatási rendszere. Ez így be lesz így bigyeztve, itt hátul a kábelnek a hely. Kis dizájnos, jól néz ki. Tehát ez is félretéve. Illetve van egy ilyen képernyővédő fólia. Fólia, hát amit ráhúzol, hogy ne porosodjon. Ezt nem fogjuk használni. Na és itt jön a lényeg, maga a monitor. Leteszem ismét a kamerát. Valószínűleg nem lesz hosszú távon nálam ez a monitor, mivel majd jön egy új, nem ilyen. Tehát a hátoldala az ilyen, BenQ logóval. Itt van maga a felfogatási rendszer, ezt majd úgy be kell pattintani. Modell. Van egy a mini USB, ami jön a kis egere. DisplayPort. VGA, DVI-D, két HDMI, egy USB, és még egy USB, illetve oldalt egy fülhallgatónak kimenet, és két USB. Tehát ez a hátoldala, oldala, illetve alja. Na most megnézzük szemből is, hogy néz ki. Elég vékony káva. Körül mindenhol. Itt vannak az irányítás. Ez ilyen touch-os, szóval csak érintésérzékeny gombok, nincs fizikai gomb rajta. 3D embléma, BenQ logó, és körülbelül ennyi. Most ismét leteszem a kamerát, és össze fogom rakni. Egy pillanat az egész. Felteszem a talpát. Az alján van egy csavar, amit szépen betekerek, hogy legyen meg a rögzítés. Remélem halljátok is, mit mondok. Tehát így néz ki az alja, a talpa felcsatlakozva magára a felső részre. És ezt a felső részt egyszerűen csak, így, hogy lássátok, fogok és bepattintjuk. És ennyi. A helyén is van az egész. Innentől kezdve össze van rakva.
Hát kb. Semmit nem láttok a sötét miatt, de ez így forgatható, minden irányba dönthető. Majd még nappal is lesz róla a videó, bővebb ajánlásátok. Ennyi lett volna ez az unboxing, köszönöm a figyelmet, sziasztok!